Hajdúszoboszló és a romániai Körösrét kapcsolatában ez év május végén lezárult egy fejezet. A megvalósult Európai Uniós projekt utolsó rendezvénye előtti napokban a fürdővárosban fotókiállítást szerveztek a projekt partnerek találkozójával, valamint román média szadítót is tartottak. A sikeres pályázati együttműködésnek köszönhetően épült meg a Szent István Parkban az elmúlt évben felavatott turisztikai iroda. A három projekt résztvevő egyike Hajdúszoboszló önkormányzata volt. A település polgármestere a gazdasági értékteremtésen túlmenően a társadalmi kapcsolatokat is pozitívan értékelte. Valóban talán még az eredményeknél is fontosabbnak tartom azt, hogy két szomszédos nép egy-egy települése összefogott, ránk fér, hogy javítsuk az együttműködést, ránk fér, hogy erősítsük a román-magyar barátságot, itt élünk egymás mellett, segíteni kell egymásnak, és hát természetesen ennek keretében örömmel tölt el, hogy mi a TDM irodát építhettük meg, szombaton pedig megláthatjuk, hogy réven milyen inkubátorházat építettek, sőt, hát nem csak, hogy ezt építettek, hanem terveink szerint ott lesz egy Hajdúszoboszlót képviselő személy, aki az idegenforgalmunkat is segíti. Szóval én azt gondolom, hogy ahogy a szlogenünk is utal rá, meg ahogy a pályázati leírások is tartalmazzák, kiegészítjük egymást, ott a hegy, itt a víz, mi segítünk abban, hogy ők is előrelépjenek az idegenforgalom területén, és hát nagyon remélem, hogy onnan egyre többen jönnek hozzánk, és hát remélem, hogy sok magyar megnézi Erdély szép tájait. A projekt megvalósulását üdvözölte Hasas János, a román partner, Rív a polgármestere, majd Máté Lajos, a harmadik résztvevő Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke. A határon átnyúló uniós projekteket szívügyének tekinti a romániai bihari térség parlamenti képviselője, aki már a jövőbe tekint. Elindult ez a kapcsolat egy nagyon-nagyon jó együttműködés, melynek köszönhetően mind a két térségben már konkrétan, tapinthatóan vannak megvalósulások, és nem csak úgy, hogy egy-egy kiadvány vagy bármi más, hanem fizikailag is épületekben, intézményi rendszerekben, útvonaltervekben. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból nagyon jó úton járunk. A kérdés az, hogy lesz erőnk hozzá továbbvinni, de én hiszem azt, hogy az elkövetkezendő időszakban a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan ezek az Európai Uniós források megint lehetőséget teremtenek, hogy izmosítsuk ezt a kapcsolatot. A Szatmár németi újságszerkesztőtől a Nagybányai televíziós szerkesztőn át a Nagyváradi napilap szerkesztőjéig legalább egy tucatnyian részt vettek azon a média study túron, melynek egyik programja a május végi fotókiállítás volt. A román, sőt a moldáviai média küldöttei nem először látogattak el hozzánk, és újra elvitték hírünket keleti szomszédainkba. Nagy örömömre szolgál, hogy újra itt üdvözölhetjük Hajdúszoboszlón a román médiát, abból az alkalomból, hogy a határon átnyúló projektünk keretében olyan emberi kapcsolatok is szövődtek, aminek a hozadéka lett az, hogy itt Hajdúszoboszlón a Mátyás Király gyógyszállodában megnyitottunk egy kiállítást, Ovidiu Popp nagyváradi fotóművész kiállítást, amely egyúttal bemutatja Révet is, és Hajdúszoboszlót is. Tulajdonképpen azt a gondolatot viszi tovább ez a kiállítás, amit maga a projekt is megfogalmazott, hogy kiegészítjük egymást, hiszen Révnek hegyei vannak, csodálatos természeti képződményei, barlangjai, Hajdúszoboszlónak meg egy csodálatos gyógyvize, Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. És akkora öröm számomra, hogy végre a román média már úgy jön vissza, mint barát, és jól érzi magát, és egymáshoz is úgy szólnak, mint régi ismerősök. Ugyanakkor azt is mondhatom, hogy ez már túlmutat minden projekten, és ugyanakkor Szoboszlónak ismertséget, jó hírnevet hoz, köszönetet mondanak a városnak azért, hogy újra itt lehetnek. Én úgy gondolom, hogy valami jó úton járunk azon túl, hogy a projektet teljesítettük.